nagyon sokat tanultam tőle. Ő valahogy kiszemelt engem egy időben, hogy majd utódja legyek, és úgy hogy dolgozott azon, hogy kiműveljen erre a pályára. És hát ma is sokszor gondolok őre, amikor valamilyen közigazgatási, már helyi közigazgatási, bogyiszlói megoldáson töröm a fejem, mert ő mindig valamit meg akart változtatni valamivé. Általában javítani. De nem félt a konfliktusoktól semmiképpen, tehát ő szerette a konfliktusokat, sőt, generálta őket. Olyan talált ki, hogy működtessünk ének tanácsát. A legidősebb és legkarakteresebb bogyisztói, vagy ilyen tekintélyük, akiknek van emberekből, szedjük össze a képviselőtestület, egy ilyen úgynevezett vének tanácsát, akik még megszűrik a döntéseket. És akkor például Mözsi Szabó Pista bácsi benne volt, Miklós Lőrinc bácsi, Tóbi, illetve Lépő Béni, meg még néhány, öten voltak, azt tudom. És akkor, de ezzel ugye az önkormányzati törvény nem tartalmazott ilyet, hogy vének tanácsa szűrjön még meg képviselőtestületi döntés, de ez is egy különleges dolog volt. Ugye 90. szeptember 30-án voltak az önkormányzati választások, hát egy-két hónap után már ő a további tervein dolgozott, majdnem lett ugye megyei közgyűlés elnöke is, kis hián nem ő lett, ugye Priger Jóska bácsi lett az első megyei közgyűlés elnök, de az Oli is egy ideig jelölt volt. Aztán Tolnán lett jegyző, majd később bíró, ügyvéd, főjegyző, megyei főjegyző is egy időben. Aztán ugye visszakerült Tolnára, Tolna város polgármestere lett, és hát két ciklust tudott Tolnáért tenni. Szerintem az ő keze nyoma a város fejlődésén látszott. Az is például neki és Tóth Feri kormány megbízott úrnak köszönhető, hogy van egy tolnai járás jelenleg létezik. Igaz, hogy többféle intézmény hiányzik, mi egy igazi járáshoz illene, és pusztán csak négy település tartozik oda, de tény, hogy az Sümmegi Zolinak ebben óriási érdemei voltak. Mindig is nagyon érdekelte a közigazgatás, különösen a 20-as, 30-as évek önkormányzati képviselőtestületei, azok hogy álltak föl, milyen bizottságok, milyen jogrendszer, milyen szabályok mentén dolgoztak, milyen szervezet és működési szabályzataik voltak. Ezeket rendkívül módon tanulmányozta, és hát azokból a korszakokból próbált építkezni, amikor még igazából még nem volt meg a jogszabályi környezet, hiszen az első önkormányzati törvényt azt a 90 évi 65-ös törvény szabályozta. Meg szerette volna reformálni a közigazgatást, úgy a helyi, a megyeit legalább, először helyit és aztán megyeit, de szerintem, ha a jóisten még adott volna neki itt lehetőséget, akkor ő benne volt országos politikai ambícióra is, szerintem elszántság. Csak hát várta, mikor szólítja meg így a politika, de ő mondjuk egy tolnai, ugye tolnai polgármester volt, mikor elment közülünk, ettől nagyobb formátumú ember volt. Ő maga is úgy gondolta, és talán a környezete is, hogy többre is hivatott lenne.